Az anyád! Sziasztok, mungufták! Ott meg a szellem. Hát akkor kezdjük is el. Persze! Induljunk neki. Csak előre a fény felé. Futni majd kell, azt már látom. I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen. Only that pursuing my research could change. Elutazik egy nagy hajón. Fordítok nektek. Just not in the way I'd imagined. Not yet anyway. You'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn. És ott vagyunk. Már is itt az asztalunk, üres a kávés csészénk. Time and necessity has kept us apart, but that is. És levelet olvasunk. Bizony. A hátulján pedig egy rajzot látunk, amiből nem tudjuk megállapítani, mi is lehet az. Eléggé furcsa. Á, ott van a kezünkbe. Mi a rák az? Olyan, mint egy iránytű, de biztos nem az. Felállunk, betoljuk a széket, erre Jana is mindig emlékeztet, hogy toljam már be azt a rohadt széket, amikor felállok és kimegyek valahova. Nézzünk körbe, van egy homokóránk, egy bögrénk, amin a játék neve van, azt hiszem, bár nem biztos. Egy balettáncos szobrunk, dohányzó cuccunk, könyvek, üres kávéscsésze, még több könyv. A falon egy gyönyörű hajó, welcome, üdvözlés. Körbenézünk a kabinba, itt egy szekrény, amit először tükörnek néztem, és majdnem mondtam, hogy tükröm, mondd meg nékem, miért nincsen éppen képem. És ott vannak a cipőink, van magas sarkú csizmánk, gyönyörű szőnyegünk. Át kell nézni mindent, mert hogy ez is ilyen nyomokon alapuló dolog lesz. Aha. Trihelios, elforgatom. Már, ha tudnám. De nem kell forgatni, aha. Ja, Dehelios, gyönyörű betű mintába el se tudtam olvasni. És akkor aranybó van a csapunk. Az kemény. És törölközünk. Na, menjünk kijebb. Aztán lehet, hogy szívroham fog kerülgetni, mert elvileg ez horror játék, meglátjuk. Dick, már mit beszélsz? Van egy szervízes szoba, az zárva. Ezt nem biztos, hogy ki kellett volna nyitni. Kijövünk a fedélzetre. Arra nem tudok elmenni, semmi gond. Körbe járjuk a hajót, jó? Majdnem olyan, mint a Titanic, csak nem. Jó! Aha, The Helios Grand Theater. Van színháza a hajónak. Az már az éjfain. Oda belátunk. Itt lehet kukkolni, amit egyébként nem szabad. De hagytak helyet neki. Nézzünk be ide is. Ez meg a hajó másik vége. A vízbe se tudunk beleugrani, pedig megnéztem volna. Aha. Mindent át kell nézni, hogy mi az, amit tudok mozdítani, vagy bármi. Szakad az eső, vihar van, ott egy másik hajó, telihold van, hát kilepődik meg a legjobb, hogy majdnem minden játékban telihold van, ha horror játék. Ott a kapitány nincsen ott. Én megállapítom, hogy a kapitány nincsen ott. Gyere ki, be kell menni, engedjetek be. Opa. Jaj, de kényelmesen el tudsz itt helyezkedni, és akkor állítsuk meg a hajót, nem? Ehhez ne nyúlj! Persze, hogy hozzányúlok! Tudjátok, és ennyi volt a játék, dehogy is. Még az én gépemen is minimálisan laggol, az azért kemény. Mondjuk csak a bejátszás. Vihar! Te a sütemény, te a kap, gondolom én. A teás csésze. Jaj, itt még írja, hogy kik csinálták. Jó, még most indulunk, hó, ezt csak körbejártuk a hajót és elindulunk. Ki tudja, hova utazunk így húsvétkor. Ugye? Nem utazunk sehova, csak játékon belül. De azon belül túlmegyünk a Balatonon is.
jelenleg megállapítom, hogy ez nem a Balaton. Háborgó tenger, mint a lelkem. Ó, az mi? Kinyílik? Kinyílt? Haló, nem akarok oda menni, nem. Minek hívják ezt, amikor bemész egy ilyen lukba és nem tudod, hogy hogy jössz ki soha többet onnan? Van valami ilyen, gyerekek, írjátok le kommentbe, nem ugrik be. Tudjátok, ahova mennek a hajósok, és onnan többet nem jönnek vissza, valami háromszög. Hát indulunk. Menjünk. Közben Jana megmondta, hogy a Bermuda háromszögre gondolok. Hát igen, nem jutott eszembe a szó. Igen, most kiültem a helyemet. Meg mintha másik nadrágban lennék, bár nem vagyok meggyőződve róla. Annyira nem vettem figyelembe a kezdést. Igen. Kikötöttünk. Kikötött olyan, mint én, szokták mondani. Valaki lehúzta a WC-t! Vagy mi volt ez? Valaki járkál. Na jó, menjünk innen le, jó? Vagy nem biztos, hogy praktikus egy vadidegen kikötőbe lemenni. De én lemegyek. Gyorsan találjunk valamit. Ütni se tudok, tehát meg futni se. Mindegy, körbenézünk. Aha! What? Hello? Megakadt a kép! Jaj! Létre, felmászunk rá! De akkor másszál! Azért nem árt néha körbenéznünk, sose tudni, hogy merről akarnak minket meggyilkolni. Ez a hang nem tetszik. Ez egy nagyon erős tehénbőgés. Oké, hogy az eszeszóba volt hasonló. De ez nem tetszett. Ez véletlen se tetszett. Napi hírek. Jól van, ott volt rajta egy csávóka. Ez a max tempónk? Hát nem mondhatni, hogy gyors futó világbajnok leszek. És mi az a gömb? Tudok úszni? Nem tudok. Megfullunk. Glúgy, 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 glúgy. Akkor nem így kell átmenni oda. Hát de honnan tudjam, hogy nem tudunk úszni? Aha. Mindjárt kiderítem én, hogy jutok oda, de itt még van valami csoda bent. Na. Lehúzom ezt a kart, mi történik? Megnyílik a lépcső. Ha mit kell itt leugrani, megnyitom én a lépcsőt. És indul a cirkusz, vagy színház. És egy nagy földgömb. Tetszetős a zene. Mutasd nekem, hol van Magyarország. Ó, oh, mi volt ez? Igen, úgy látom, hogy ez itt forog. Vannak ilyen fura kabinok. Ezek meg mire jók? Ez is aranyból van, vagy hát nem tudom, ilyen megvilágításban, mintha arany lenne. Oké. Okay. Hát menjünk előrébb, abból eddig még nem volt bajunk. Ott ki fog nyílni a Vardecliffre. Az. Warden Cliff, jobban mondtad, mint én. Tessék, nyílj ki! De meg kell erőszakolni, hogy beférjünk. Mármint az ajtót. Nem biztos, hogy ide... No! Vérrel van fölírva a falra valami. Quarantine. Vagy mi volt? Opa! Hol vagy? Hol vagy te, szellem? Ezek után már szellemírtókkal is játszhatnék. Jézusom!
Dobáljuk ezeket innen el! Kisikított! Ki van itt? És miért nem tudok beljebb menni? Akkor nem dobálom el. Jó, hagyjuk, hagyjuk. Nem megyek arra, jó? Itt átmászok. Kemény csaj. Az, most nem akarok elmenni 18-as karikába, gyerekek, hogy szerintem, ha így másztok át egy ilyen kerek cuccon, akkor az azért érződik. Na mindegy. Inkább húzzuk le a kart. Igen, most mi lett? Semmit nem érzékelek. Jó. Nagyon sok kar van. Figyelmeztetés, és ennek ellenére tovább megyünk. Hát teljesen logikus egy játéktól. Meg a horrorfilmektől is, nem, hogy ott van valaki, akkor nézzük meg! Nézzük meg, ugye? Nyilván nem az, hogy kimész innen a francba. Jó, hát fel kell törni a portát, gyerekek. Halló? Van itt valaki? Hát biztos, hogy van. Hát hallom. Ez zárva van. A női WC is, vagy étterem, restroom, az is zárva van. Biztos be kell nekem oda menni? Nem nyílik ki semmi, gyere. 142-es szoba, mi van a 142-be? Jézusom, John, him, join, csatlakozz. Ó, felmosó! Nem tudom felvenni, azzal csapkodnám szét a szellemet. Nem tudom felvenni. Semmivel nem fogok csapkodni szerintem. És ez hova visz? Sehova. Mert zárva van. Kizárásos alapon egy út vezet csak előre, ahol megyünk beljebb. Nikola Tesla, szervusz! Opa! Hát ijeszget! Edison, az. Itt nagyon a fényekkel fogunk játszani. Április 13-án született. Várjál, az nem most lesz. 3 nap múlva lesz Jung Hon szülinapja. Isten éltesse sokáig. Ott meg van egy kód. Pass number. Na várjatok, gyerekek, ezt le kell írnom. Tehát itt kódokat kell majd beírni. Ezt nem tudom fejből megjegyezni. Érdemes jegyzetelni. Nagy S, nagy E, 2315, és nagy betűkkel kor. A név az pedig a Jung. Ennyiből csak nem mindenkit Jungnak fognak hívni, már agyvérzést kapok. Igen, már találtunk egy nyomot. Nagyon pró vagyok. Ott is lesz valami, mi ez valami, halotti bizonyítvány, nem? Nem. Oké, nagyon sok az újság. Tűrűdűrűdű, nagyjából Dave átfutja. Ha tudjátok, ti inkább olvassátok végig. Le. Ma megint mi ez a hang? Na, ide is beszeretnék menni. Mondom, beszeretnék menni, jó? Igen, ilyenkor szoktam mondani magamban, hol van Jana. Hoppá! Zöld. Megoldottuk a feladványt. Itt egy könyv. Útlevél! Ananya! Ananya! Szia, Ananya! Ananya. Remélem, azt nem kell, hogy mikor született, de neki a passzkódja B08554IND. Mert úgy néz ki, mint egy indiai. Minden rasszizmus nélkül. Oké. Okay. És... igen. Okay. One more to go. Hova kell menni? Van morgó, de hova? Oh, morgó, igen, van a hófehérkébe. Van morgó. Na. Ezt is lehúzom. De minek húz? Ja, be tudom húzni, hogy ne öljenek meg, mondjuk praktikus. De hol a következő ilyen cucmuc? Még biztos, hogy van valami, amit nem kapcsoltunk le. Szezám, tárulj!
Ó, zöld lett itt az egyik, vagy az eddig is zöld volt, ez nem volt zöld. A security. Ott van pedig benne a telefon. Még valamit meg kell találnunk. Oké, ez csak egy újság. De ez már mondhatnánk, hogy régiség, mert nem új. Jaj, villog az a hülye fény. A jövő. Hát, ha ilyen lesz a jövő, én félni fogok. Ez most fájt neki. Én hallottam. Na, még át kell nézni, hogy biztos minden kart elhúzzunk. Ja, most teljesen visszatértünk ide az elejéhez. Jó, akkor innentől ellenőrizzük gyorsan körbe. A gyorsan szó az nálam relatív. Lehet, hogy csak be kell menni ott a bőröndökhöz, bármennyire nem akartam. De hogy mászok én ott be? Sehogy. Igen, itt az egyes porta. Nem tudsz átmászni? Nem. Ne is szenvedjek valami. Olyan sötét van, halljátok a játékba, hogy konkrétan néha hunyorítanom kell, mert nem látom, hogy merre megyek. Igen, hát akkor pedig csak itt kell átmászni, menjél vissza. Már nekem fáj szegény, amennyit másztatom. Zárva van. Ez még mindig piros, de nekem itt valami nekem ugrik, én esküszöm szívrohamot kapok. Jó. Ott egy piros, arra semmi nincs. A piros tilos. Na, mi ez? Zárt ajtó, még mindig nem nyílt ki. Ide be tudok jönni. És mit nem kapcsoltunk még le? Ez piros. Ez zöld. Hoppá, jó. Ez hiányzott, nem húztam le ezt a kart. Így már ez egyből kinyílik. Hoppá, új rész. 112-es szoba zárva, vagy itt már voltunk, nem volt 112-es szoba, vagy rosszul emlékszek? Jackpot. Aha. Szerintem itt még nem voltunk. Erősítsetek meg benne, hogy voltunk-e vagy nem voltunk. Aha, itt is van valami ilyen kódos bizgentyű. Hát gondolom a fölfelé áll minden, az csak jó lehet, nem? Nem. Jelen esetben nem. Egyszer csak elforgatjuk. Lehet, hogy nem ugyanazon kell állniuk. Az se kizárt. De nézzük meg. Na, menjél arra. Ho-ho, dede! Ó, fegyverek! Akarok! Hogy vegyem már ki? Legalább valamit vegyünk már ki. Megtaláltuk a Helios-ba a fegyvereket, vagy hát ilyen vágóeszközöket. Nagyon szép meg jó, de hát ha nem vehetem ki. Itt van még egy kód. Szilvia! Szia, Szilvi! Szilvia, neki a kódja L07542 eng. Ő meg angol, vagy amerikai. Na! Ez mi volt? Ezt mi mondtuk, vagy más mondta? Hát rajtunk kívül nincs senki a hajón, ne szívassatok már. Jó. Nyugalom van és béke van. Biztosan megtaláljuk a helyes utat. Mit fújtatsz? Ezt mondta Dorothy is. Már nem a fújtatás, hanem hogy megtaláljuk a helyes utat. Ott egy levél.
Don't worry, her research, az research holds the key of the ev oh, to everything. Minden kulcs. Nem tudok lemászni? Nem. Azért nem egy Tomb Raider a karakterünk, maradjunk annyiba, viszont itt van egy létre, amin tuti, hogy feljebb tudok menni. Ne esd le! Ne bénázzunk, menjél fölfelé. Úgy, teljesen a csúcsig. És innen meg nem is fogsz tudni tovább menni, nagyon megérte. Ja, de szét tudsz nézni mondjuk. Itt van még egy utas, de lehet, hogy nem is kell amúgy. Dick, benne vagyok a játékba. David, tessék, ez én vagyok. Nekem a paszportom L07543 eng. De lehet, hogy ezeket amúgy nem is kéne amúgy leírni. De sose tudni, hogy nem-e kell valahova. Értitek? Itt valamit biztos, hogy... Ah! Leestem! Semmi vész! Semmi vész! Visszamászom. Jó. Óvatosabban kell itt mozogni. Itt arra el se tudok menni. Néha megijedek, mert jön az zörög, és azt hittem, hogy a játék. Babám, egy horror játéknál ne zörög, léci pluszba. Pocsi! Azt néztem, hogy honnan szól. Túlélethű, ha már itt hallom a lakásba. Igen. Itt is van valami. Na. Jó. Hát most ide nem értem, minek kellett följönni. De legalább ezeket megnéztük. Van egy tippem, hogy még lent kell valamit csinálnunk. Leesek. És nézzük tovább. Itt a füstölőknél is volt valami, vagy hát gázüzéknél. Én dév és a meghatározások. Gázizék. Arra még mindig nem tudunk elmenni, ugye? Azok zárva vannak. Ezt jó lenne kinyitnunk egyébként. Ezeket kinyitottuk. A portát teljesen. Ó, vapor! Szia, vapor! Most már látom az árnyékom. Az anyád! Nem már! És csak becsukódott egy ajtó. Ez nem vicces. Nem szabad ilyen nyugodtan játszanom. Nem vagyok nyugodt. Jézusom, ki csapta be azt az ajtót? Vagy mi? Arra kell, jó fele mentem? Ez jelzés volt? Ezt csukták be. A privát office-t. Nyitott ki? Inkább ne nyisd ki, jó? Maradjál a kód, jó? Ez meg zárva van. Na itt mindkettő. Ó, kinyílt a lift, ez az volt. Aha! Valószínű, hogy becsapódik egy ajtó, kinyílik a lift, akkor menjünk be. Hát menjünk be. És a lift meg le fog szakadni, mi? Szereztem egy kulcsot, vagy ez a... Ja, a lift kártya. Az anyád! Jé, nem szabad ezzel játszanom! Nekiugrott a liftnek. De átvittük a pályát. De jó. Csak erős idegzetűek játszák ezt a játékot. Jó, én kétszer kaptam szívrohamot. Mondjuk lehet, hogy aki hozzá van szokva a horror játékokhoz, hogy fülesbe játsz és fullba hallja az egészet, az... Annak ez nem meglepő, de túlzottan beleéltem magam.
Se balra, se jobbra, reméljük nem jön. Miért kell kinyitni egyből a nagy termet? Mekkora ez a hajó. Persze, nyugodt. Na végre elővettünk valamit. Halljuk a halottat! Beszéljél hozzám! Ada, mondjad meg, mit csináljak! Mert már meghaltam majdnem kétszer, mondd meg, mit csináljak! Te már nem élsz, csak a lelked. Ez kemény. És egyáltalán nincs rend a hajón. Akadozik a vétel a halottaknál is rossz a térerő. Megszakadt! Az egy aranyszobor. Ez meg egy vetítőterem. Igen, itt a hajó, a Helios. Majd ha kártyázunk a CCF-fel, ott is a Helios. Ezt értik azok, akik ismerik Hélit. Jézusom! Jó? Nézzük meg ezt a nagy szobrot. Itt majdnem minden arany. De szép vagy. Mi ott olvasó? Azt nem tudjuk meg. Death Ray. Nyomjuk meg! Ez olyan, mint a múzeum, hogy mindenről beszámol. Nagy arany köcsög, amiben lehet tárolni valamit. Nagyon szép ez a hely. Jó. Creepy a hajó, nem mondod! Nem, nem creepy. Nyissuk ki ezt a termet, mi van bent? Ez nem egy tornaterem. Kicsit... Olyan érzésem van, mintha lerombolódott Titanicon járnánk, vagy én nem tudom. Mi a hell? Visszamentünk a múltba! Látjuk az embereket, akik meghaltak. Haló? De ez nagyon creepy, hogy mindenki maszkban van, mintha kimennék Budapesten a koronavírus alatt. De viccet félretéve egyébként, amúgy hordjátok a maszkot. Micsoda? Ennyi volt a bejátszás. Csak a lelkeket látod. Úristen. Nem akarom, összetört a zongora. Hallak. What the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything. Mi van ott a... Galambok! Vagy hollók! Dév és a izé állat megállapítások. Egyáltalán miért vagyok itt? Aha. Jó, beugrottam. Ott a szép. Kell egy kód. Mi a kód?
Itt semmi kód nincs. Nézzünk számokat gyorsan, gyorsan, gyorsan. 142, ez lesz a kód. Erik megmondta a tudkót, ugye? 142, akkor az legyen a... Kívül kell lenni az egyesnek. Azt se tudom, hogy áll ez szép. Ja, látom, vissza. Nincsen vissza. Most már akkor azt hiszem látom, ott az egyes, jöhet a négyes, és a kettes. Kész! Vagy mégse? Hogy kell állni egy széfnek? 142, ez volt a kód, nem? Az, 142, csak akkor nem jó helyen áll. Ja, már megvan, értem. Vagy nem értem. Egy. Négy. Kettő. 140. Ne, az már jó volt. Ott lesz a kettes, négyes. Kinyitottam! Bingo! Kulcs! Nincs több kulcs. Megszereztük a kulcsot! De hova kell vinnem? Úristen! Valaki elvérzett, és madarak. Na jó. Itt volt a törött zongora, ez mi? Egy maszk. Igen. Dave, nyugodj meg, megint túl nagy a csend. Nem fog történni semmi. Szépen elviszük a kulcsot, és már itt se vagyunk. Én itt se jártam. Vajon lifttel menjünk? Vagy ezzel? Ezt ki tudjuk nyitni? Nem, ezt nem nyitjuk ki. Jó, menjünk lifttel. Na, a harmadik epizódnál most megállunk Mongufták. Írjátok meg, hogy tetszett eddig. Ha szeretnétek folytatást, akkor ezt live-ba fogom valamikor folytatni. Szerintem elég könnyen végigjátszható játék. Meg tud ijeszteni, én ajánlom. Találkozunk hamarosan, én Dave voltam. Sziasztok!